Én előre is elnézést szeretnék kérni, én egy kicsit szárazabb mondani valóval jöttem, szakszervezeti jogászként. Nekem az új munkatörvénykönyvéről kell egy kicsit beszélnem. A tegnapi nap során olvastam egy nagyon jó interjút Lehocki-nél Kolonnai Csillával, aki az ELTE munkajogi tanszékének egyik tanára, aki azt mondta, hogy a demokráciához hozzátartozik a munkavállalói jogoknak a védelme. Kérem szépen, ez az új munkatörvénykönyv javaslat, ez a 80 oldal, amit nyilvánvalóan nem fogok én most itt részletekbe menően elmagyarázni, ez ennek az elvnek nem felel meg. Ez az új munkatörvénykönyv tervezete, ez alapjaiban véve azt kell mondanunk, hogy rossz. Rögtön a törvénynek az elején, a személyiségi jogainkat egy kicsit hátrányosan érintő rendelkezéseket olvashatunk. Beleszólhat a munkáltató abba, hogy a munkaviszonyon kívül mi hogyan viselkedhetünk. Beleszól a törvény abba, hogy hogyan gyakorolhatjuk a mi véleménynyilvánítási szabadságunkat. Ugyanis azt mondja, hogy a véleménynyilvánítási szabadság akkor nem korlátozható, hogyha az nem függ össze a munkaviszonnyal. Ergo, ha összefügg a munkaviszonnyal, akkor már igen. Kérdezem én, hogy akkor egy sztrájk során egy munkavállaló hogyan nyilvánítja ki az ő egyéni véleményét. Vagy például, ami egy olyan rendelkezés, szerintünk, jogászok szerint igencsak ellentmond a magyar polgári törvénykönyvnek, a munkáltató a személyiségi jogainkat korlátozhatja, hogyha neki éppen úgy adódik, tehát az ő működési körébe tartozó okból. A polgári törvénykönyv szerint személyiségi jogokat korlátozni csak törvény korlátozhat, vagy pedig ugye az állampolgár hozzájárulása szükséges. Tehát itt már ellentmondást érezhetünk az 50 éves polgári törvénykönyv és a jelenlegi törvényjavaslat között. De nézzünk egészen konkrét példákat. Mi lesz a műszakpótlékkal? Ugye jelen pillanatban egy 15%-os éjszakai műszakpótlékot tartalmaz ez a törvény. Az eddigi, nem akarok belemenni a részletszabályokba, 30-40%-os műszakpótlékok helyett. A mi területünkön, és itt mondjuk a vegyiparra gondolok, vannak olyan munkavállalók, akiknek a műszakpótlék, ezek a pótlék a fizetésük 40-50%-át teszi ki. Utána lehet számolni, hogy ez mekkora bércsökkenéssel fog járni. Lehet, hogy ingyen kell túlóráznunk 300 órát? Miért mondom azt, hogy ingyen? Azért, mert pótlék helyett ezután majd szabadidőben kapjuk meg azt az időt, amit mi túlóráztunk. És ugye ezt a túlóra mértéket felemeli 300 órára, ugye eddig csak 200 óra volt évente, amit lehetett túlórázni. Nem lesz, aki kollektív szerződést kössön. Ugye azért ez egy elég széleskörű problémakört vet fel. Miért mondom ezt, hogy nem lesz, aki kollektív szerződést kössön? Azért, mert nem biztos, hogy lesznek a munkahelyeken szakszervezetek. Teljesen kiherélték a szakszervezeti jogokat ebben a törvényjavaslatban. Ami pedig a kollektív szerződéskötést illeti, nagyon-nagyon sok kérdés merül fel a törvényjavaslat kapcsán, hogy egyáltalán egy munkahelyen egy kollektív szerződést lehet-e kötni, vagy akár többet. Lehet, hogy külön kollektív szerződés fog vonatkozni a takarítókra, és külön kollektív szerződés fog vonatkozni az adminisztrátorokra, és még egy harmadik a kétkezi munkásokra. Teljesen idegen a magyar jogtól. Kevesebb lesz a pihenőidőm, kevesebb idő marad a családomra. Létezik egy olyan rendelkezés javaslatban, hogy a hét minden napjára beoszthatnak engem dolgozni. Tehát szombatra is, és vasárnapra is. Könnyebben elbocsájthatnak. Ugye mindenki tudja, hogy az Alkotmánybíróság nem is olyan nagyon régen hozott egy döntést a felmondási indokkal kapcsolatban. Ugye eddig a jelenlegi törvényben azt olvashatjuk, hogy a felmondás esetén, tehát hogyha a munkáltató elbocsájt minket, akkor meg kell indokolni ezt a felmondást, aminek valósnak és okszerűnek kell lennie. Tehát, hogyha ő engem azért rúg ki, mert megszűnik a munkaköröm, akkor az annak valójában így kell történnie. Ez a két feltétel, hogy valós és okszerű legyen, ez kikerült a törvényjavaslatból. Véleményem szerint ez nem felel meg a felmondási indoklási kötelezettségnek. Tehát lehet, hogy benne van ez a szó, hogy meg kell indokolni, de az okszerűség és a valóság, mint feltétel már nincsen benne, innentől kezdve mondva csinált indokokkal kirakadnak minket az utcára.
kirúghatnak betegség vagy ilyes alatt. Igen, lehet, hogy egyszer csak csönget a postás, amikor otthon vagyunk ügyesen, és nevelgetjük a gyerekünket, és hozza a felmondásunkat. De lehet akkor, amikor éppen 40 fokos lázzal fekszünk otthon. Tehát közölhetik velünk a felmondást ezekben a kiszolgáltatott helyzetekben is. Az szerintem már csak mellékes, hogy ha végkielégítést kapok, akkor ez kevesebb lesz. Azt sem tudom adott esetben, hogy amikor aláírom a munkaszerződésemet, hogy az a munkakör, ami benne szerepeltetik a munkaszerződésben, az valójában mit takar. Mert hogy mindenféle tájékoztatást arra vonatkozzon, hogy nekem hogy kell dolgoznom, mikor kapok munkabért, van-e kollektív szerződése a cégnek, mik a munkaköri feladataim konkrétan, az csak a munkaszerződést követően 15 nap múlva fogom megtudni. Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Az állásinterjú vajon terhességi teszttel kezdődhet? Ugye eddig a jellegi törvényben volt egy olyan passzus, miszerint nem lehet arra kötelezni a munkavállalót, hogy egy ilyen terhességi tesznek alávesse magát, vagy pedig igazolást tudjon a munkáltatónak. Nincs benne ez a tilalom a jelenlegi javaslatban, és ha nincs benne, akkor olyan a munkáltatók nem fogják alkalmazni, de alkalmaznak. A gyakorlatban mindenféle szabályt megszegve most is megkérdezik azt, hogy kegyet szeretne egy gyereket, vagy hány éves a gyereke, vagy hogy áll a család alapítással. És igenis ez befolyásolja a munkáltatók döntését. Egy perc késésért vajon úgy mondhatok félírni béremmel? Ez az úgy fegyelmi szabályok következtében történhet meg velünk. Ugye eddig fegyelmét, tehát bármiféle egyéb szankciót a rendkívüli felmondáson kívül kollektív szerződés határozhatott meg. Miért pont kollektív szerződés? Azért, mert ebben a kollektív szerződésben ugye a szakszervezet is ott van aláíró félként, tehát kontrollálhatja ezeket a szabályokat. Az új törvényjavaslat szerint ezeket a fegyelmi szankciókat most már a munkaszerződésben is meghatározhatja a munkáltató. Zárójelbe teszem, hogy ugye a munkaszerződés bár két oldalú szerződés, de azért ne gondolja senki, hogy ma Magyarországon a munkavállaló ugyanolyan mértékben beleszólhat a munkaszerződés tartalmába, mint a munkáltató. Tehát ez egy oldalon a munkáltató valószínűleg meg fogja határozni a munkaszerződésben, és bármilyen kötelezettségszegés esetében a törvény lehetővé teszi, hogy kvázi megbírságoljon engem, mint munkavállalót, és ennek maximális mértéke fél évnyi bér. Sőt, a jelen javaslat még azt is mondja, hogy ennek alapján akár még rendkívüli felmondással is élhetnek velem szembe, tehát fél évnyi béremnek búcsút mondhatok, plusz még rendkívülivel felmondanak nekem. És amit az előbb is említettem, ugye a szakszervezeti jogok teljes mértékben eltűnnek, azok a szakszervezeti jogok, amelyek a tényleges működést biztosíthatnák, mivel hogy nem lesz munkaidő kedvezmény a szakszervezeti tisztségviselőnek, nem is lesz olyan ember, aki azt elvállalná szabad idejében egy-egy munkahelyen, illetőleg a tisztségviselők védelmét, tehát ezt az úgynevezett felmondási védelmet is eltörli ez a törvényjavaslat, innentől kezdve pedig annak leszünk tanúi, hogy az egyes munkahelyekről sorra fogják kirúgdosni a szakszervezeti tisztségviselőket. Most is megpróbálják, most is számtalan olyan perünk van, ahol a szakszervezeti tisztségviselőt próbáljuk visszahelyeztetni a munkahelyére. Úgyhogy dióhéjban ennyit erről az új munkatörvénykönyvéről. Nyilvánvalóan sorolhatnám még az összes többi úgynevezett aknát, én csak így szoktam mondani, hogy ezek a javaslatok tele vannak aknákkal, ami a mindennapok során a gyakorlatban fog majd kiderülni mindenki számára, hogy mennyire hátrányos. Nekem az a problémám ezzel a törvényjavaslattal azon kívül, hogy teljesen kiszolgáltatott helyzetbe hozza a munkavállalót, hogy azokra a gyakorlati, komoly gyakorlati problémákra viszont nem ad megoldást, amelyek már most is fennállnak. Tehát nem védi meg a munkavállalót ez a törvényjavaslat akkor, amikor a munkáltató például nem adja ki a papírjait a munkaviszony megszűnésekor. Nagyon-nagyon sok olyan ügyfél fordul meg nálunk az ingyenes jogsegélyszolgálaton, aki ebben a cipőben jár, és ez a munkavállaló, akinek tényleg csak a papírjait kéne kiadni, a dokumentumokat, a munkáltató igazolást, a TB kiskönyvet, nem talál munkahelyet, nem tud elmenni új munkaviszonyt létesíteni, és álláskeresési járadékot sem kap, még azt a 3 hónapot sem.
Vannak rá példák sajnos a környező országokban, Szlovákia, Szlovénia és Románia, de nyugat-európai példát nem tudok felhozni. Szlovákiában igen drasztikusan módosították a munkatörvénykönyvet, több mint 150 helyen történt meg ez a módosítás. Hát voltak is sztrájkok, demonstrációk Szlovákiában. A másik kérdés, hogy a munkaadók esetleg támogatják-e ezt a törvényjavaslatot, vagy tőlük származik-e, ugye jól emlékszem a kérdésre. Ez egy kormányzati törvényjavaslat. Azok a jogászprofesszorok, akik ezt megfogalmazták, azért merem ezt felhozni, mert most már ők maguk sem titkolják, hogy kik is voltak, akik ezt megalkották. Hogy is mondjam, hallottam olyan véleményt, hogy ezek a jogászprofesszorok még nem találkoztak munkavállalóval. Nem gondolnám azt, hogy minden munkáltató támogatja ezt a törvényjavaslatot. Nagyon-nagyon különbözőek a vélemények. Természetesen van olyan, aki azt mondja, hogy ez így jó, ahogy van, mármint a törvényjavaslat. Volt olyan munkáltatói vélemény, egy nagy munkáltatói szervezetnek a vezetője, közismert ember, aki azt mondja, hogy neki nem túl jó az a helyzet, hogyha nincs egy munkáltatónál szakszervezet, mert akkor nem tud kivel tárgyalni. Nem túl jó az, hogyha a munkavállalók rosszul érzik magukat, mert az kihat a termelékenységre. Viszont vannak olyan munkáltatók, és gondolok itt a kisvállalkozásokra, a párfős vállalkozásokra, akik eddig se nagyon foglalkoztak a munkatörvénykönyvével, mert a gyakorlati tapasztalat ez, és számukra teljesen mindegy, hogy mit fog tartalmazni ez az új munkatörvénykönyve. Tehát azért itt eléggé szórt a helyzet a munkáltatók részéről, véleményem szerint.